Műhely munkával egybekötött információs napot tartanak az európai kulturális projektek tervezésével kapcsolatban Magyar Kanizsán, a regionális szakmai pedagógus továbbképző központban kedden és szerdán. A találkozót a Kreatív Európa program szerbiai irodája és Magyar Kanizsa önkormányzata közösen szervezte. Az előadásokon a többi között szó esik a Kreatív Európa program küldetéséről és annak prioritásáról, a pályázati irányelvekről és azok feltételeiről, valamint a pénzügyi tervezésről. Igen, a mi egyesületünk számára nagyon fontos ez a mai alkalom, ugyanis tehát olyan lehetőségeket lehet pályázni, amelyeket eddig tartalmilag noha megvalósítottunk, tehát olyan programjaink voltak, amelyek teljesen alkalmasak lennének akár egy ilyen Európai Uniós pályázatra is, és most pedig megtaláljuk azokat az utakat, amelyekkel talán tényleg így támogatással is a hátunk mögött meg tudjuk ezeket folytatni, tudjuk, illetve könnyebb módon tudjuk megvalósítani, mint idáig. Hát a legfontosabb ilyen könnyítés az, hogy élőben tudunk találkozni azokkal a szakemberekkel, akik ismerik ezeket a pályázatokat, és ismerik az utat is, amit megtesz egy egyesület vagy egy szervezet az ismerkedéstől a pályázattal, egészen addig, hogy lebonyolítja, és utána pedig, hogy el is kell ugye számolni vele. És ilyenkor fel lehet tenni kérdéseket személyre szabottan, ez a legnagyobb előnye egy ilyen személyes találkozónak, illetve a workshopon való részvételnek. Valószínű, igen, hogy európai unióból, más országokból, partnerekkel, más egyesületek, szervezetekkel kell együttműködni. Mi ezt eddig is így tettük az utóbbi 8 évben, a kezdetektől fogva, úgyhogy szó szerint ilyen aha élmény, hogy végre akkor ehhez van konkrét támogatás, és hogy hely közelbe jött ez nekünk egy nagy megvalósulás. Szó esett még az európai források felhasználási lehetőségeiről, a régió kulturális lehetőségeiről, fejlesztéseiről. A 2 napon át tartó műhely munkára a helyi és környékbeli egyesületek képviselői mellett Török-Kanizsáról és Szabadkáról is érkeztek vendégek. Több mint 250 gyermek részvételével tartották meg a Dunán innen Tiszántúl Kárpát-medencei gyermek és ifjúsági verseny délvidéki elődöntőjét. A fiatalok 2 korcsoportban népdal, népzene, néptánc és népmese kategóriában, szólóban, párban léphettek színpadra, de csoportos előadást is láthatott a közönség horgoson. Csantavérből hoztam 2 zenekart, van egy általános iskolás zenekar, ők dél-alföldi dalokat hoztak, illetve van egy középiskolás zenekar, ők pedig sárközi dalokat hoztak. Illetve Tornyoson is vezetek egy gyerektambora zenekart, ők is dél-alföldi csokorral léptek fel. Hogyan sikerült a föllépés? Mik a következtetések, levonások ez a produkció után? Véleményem szerint mindegyik csapat jó szerepelt, tehát itt az attól függ, hogy ki mennyit próbázik, és itt nem csak az egyesületbeli próbákon múlik, hanem hogy otthon is gyakorolnak ki a gyerekek, mert én mindig szoktam mondani, hogy nem kell sokat, de minden nap legalább egy fél órát bűvöljék otthon is a tamburát, és akkor biztos, hogy jó lesz minden föllépés. Sok évben keresztül folyik már ez a tehetségkutató. Eddig hogyan szerepeltek, mik voltak a legnagyobb sikerek? 2019-ben akkor voltam először, itten tamborazenekarral, akkor mindjárt kiemelt aranyat nyertek az a csapatom, kijutottunk a Kárpát-medencei döntőbe, ahol szintén kiemelt aranyat nyertek, utána voltunk több éven köröztől, ugyancsak nyertek kiemelt aranyat és aranyat. Én szerintem jó szerepeltek minden alkalommal, mivel hogy a tamborzene, ugye ez helyi sajátosság, tehát vajdasági és dél-magyarországi környékre lehet beszorítani, és mikor kijutunk egy ilyen döntőbe, akkor az majdnem, hogy kuriózum. És szeretik a tambora muzsikát, a vajdasági magyar tambora muzsikát. A fiatalokat szakmai zsűri értékelte, ahol helyet kapott a rendezvény fővédneke, Sebestyén Márta, Kossuth és Liszt díjas népdalénekes is. Milyen táncot hoztatok ide most a vetélkedőre, mivel vettetek részt, hogyan zajlott a felkészülés, hogyan esett a választás pont erre a táncra? Hát igyekeztünk azokból a táncokból meríteni, amit már a fiatalok megtanultak, és valamilyen szinten be is gyakoroltak. Ez kivételt képez ugye a kisebb csoportnak, az alsó korosztálynak a ráboközi koreográfiája, amit most mutattunk be először itt
nem csak a szülők és a horgos, illetve az ide látogató közönség előtt és a szakmai zsűri előtt is. Szóló kategóriákban a fiúk azok főképpen legényesekkel készültek. A fiatalok azok ugye már az anyaországban tanulnak. Hétfőnként tudunk próbázni, és minden elismerés nekik, hogy hétközben otthon a kollégiumokban, vagy akár szabadidejükben foglalkoztak a táncanyagokkal és gyakorolták ugye egy ilyen megmérettetésre, ami egy nagyon jó ugró deszka az ebben az évben előttünk álló versenyekre, minősítőkre, megfogadva a zsűrinek a szakmai tanácsait, még magasabb szintre próbáljuk ezáltal építeni úgy a koreográfiákat, mint pedig az egyéni táncokat, és ebből kifolyólag bízunk bele, hogy még szebb eredményeket fognak fiataljaink elérni majd a 2023 éves úgymond tanévbe, ahol nem csak eleget teszünk a föllépéseknek, hanem a versenyeken is minősítéken is szeretnénk részt venni. Mennyire hat ez ösztönzőleg a fiatal táncosokra, és egyáltalán mi motiválja őket, hogyan tudjátok motiválni az eredmény érdekében is akár? Abszolút motiválhatóak, küzdenek, és ugye azt el is kell viselni, ahogyha valaki nem lesz első helyzet, hanem második helyzet, és pozitívan kell hozzáállni, ezt már a kisgyerekkoruk óta próbáljuk elmagyarázni, illetve megmondani a gyerekeknek, hogy ez építő jellegű. Tehát el kell fogadni azoknak az embereknek a véleményét, akik megnézik őket, építő jellegűen, ezáltal még magasabb szinten tudjanak táncolni, és a következő versenyen eredményesebben tudjanak szerepelni. Ez az építő jellegű, illetve lépcsőzetes fejlődés azt hiszem látszódik az elmúlt 10 évben a Bartokból a Magyar Művés Egyesület táncsoportjain is, mert a színvonal ugye a magyarországi mérce adja meg, és az anyaországi hasonló rendezvényeken is megállják a helyüket, ott vannak, tehát ugye tavaly ugye ezt a Dunántúli Szántóni művészeti vetélkedőt veszük például, a Cibere táncsoport beverekedte magát az Erdély döntőbe, ami nagy élmény volt nekik, harmadikok lettek, de most még keményebben dolgoztak, hogy ezen az eredménye változtassanak majd, hogy jobbak legyenek, mint a tavalyak. Ugye kétélű a dolog, mert akik meg ugye egy ilyen versenyen elsők lettek, azoknak még keményebben kell dolgozni, mert ugye meg szeretnék tartani ezt az aranyérmet, úgy mondom, hogy első helyet. Tehát egy abszolút építő jellegű és pozitív jellege, illetve van ennek az ehhez hasonló rendezvényeknek is szükség van rá erre a Vajdaságban. Azt látjuk, hogy a zsűri zsűrizik, de mégis szakmailag azt meg tudnád-e azért mondani, hogy milyen nüanszok választják el az első, második vagy akár harmadik helyzetet, mik döntenek, hogy ki hanyadik helyezést ér el? Ezt a zsűri mindig magának felállít egy mércét, illetve egy olyan kritériumokat, ami alapján fog majd értékelni. Ezt a mostani zsűri is ezt felállította. Általában alapkritériumok vannak, a plasztika, ritmika, a dinamika, tehát a színpadi megjelenés, az a táncnak a zenére való illeszkedése, a zenéválasztás, és nem utolsó sorban a rendezett és tataros népviselet, tehát a színpadi megjelenés. És ugye ezt körbe fogja egy koreográfia esetén maga a koreográfia, illetve az előadási mód. Ezek ilyen alaptételek, de hát ugye azt szokták mondani, hogy van egy olyan verseny, ahol egy zsűrinél valaki második helyezést ír el, ugyanaz a produkcióval egy másik versenyen pedig első helyezést ír el. Tehát valamilyen szinten ez szubjektív is, tehát ebben a pillanatban, ebben az órában, ebben a percben ez a szakmai zsűri ezt látta, és ez alapján mondani a konzekvenciákat. Most itt hány résztvevővel zajlik a verseny? Itt most közel 250 résztvevővel, 48 műsorszámban zajlik ez a program, ez a verseny. Milyen műsorszámok vannak erről? Egy picit bővebben meg lehet-e tudni valamit? Természetesen. Kettő korcsoportban jelentkezhettek a versenyzők, 6-tól 12, illetve 13-tól 18 éves korig, néptánc, népzene, népdal és népmese kategóriákban, és ezek közül a kategóriák közül köré csoportosulnak a produkciók. A községbeli produkciók, azok hogyan szerepeltek eddig, milyen produkciókkal léptek fel a fiatalok? Azt mondhatjuk, hogy a rengeteg tájegységről hoztak műsorokat, nagyon sok program, nagyon színes a program, amit külön ki szokott emelni a zsűri is, hogy nem ragaszkodnak egy tájegységhez a felkészítők, hanem több különböző tájegységről hoznak műsorszámokat, és ez teszi leginkább változatossá ezt a műsort most. Azok a fellépők, akik a zsűri által kiemelt aranydíjban részesültek, fellépnek a döntőben, amit Erdélyben rendeznek meg hamarosan.
Közel 40 gyerek vett részt a Horgoson megszervezett Diák Sportnapon, ami a Digi Pingpong projekt keretében valósult meg. A hazai, illetve a magyarországi partnerklubokból is érkeztek általános iskoláskorú résztvevők. A Horgosi Asztali Tenisz Klub első alkalommal valósít meg egy olyan projektet, ami az Európai Unió által van támogatva az Erasmus Plus program keretében, méghozzá három magyarországi partnerrel és két szerbiai partnerrel. Az első esemény, az első nyilvános esemény, ami egy diák sportnap, az épp most zajlik itt Horgoson, több mint 40 gyermek részvételével. Ez a projektnek az egyik ága, ugyanis szeretnénk a sportrendezvényeket egy olyan új köntösbe csomagolni, és olyan rendezvényeket szervezni, ami még jobban népszerűsíti az asztali teniszt, illetve szeretnénk, hogyha még több gyermek csatlakozna a klubunkhoz, az Entai vagy a Szegedi klubokhoz, azért, hogy az utánpótlás nevelés is megvalósuljon. A projekt másik célja az, hogy egy olyan oktatási modult állítsunk össze, amely az iskolában dolgozó tanároknak szól majd, hogy ott is tudjuk népszerűsíteni az asztali teniszt, illetve ott is tudják tanítani már az asztali tenisznek az alapjait. A harmadik rész pedig egy interaktív rész. A projekt keretén belül elkészül egy weboldal, digipingpong.hu néven, és ezen a weboldalon számos tartalom lesz megtalálható magával a sporttal, a szabályokkal, illetve számos olyan játék, kvíz lesz majd a rendelkezésre áll, akár felnőttnek, akár gyereknek, aki szeretne jobban megismerkedni magával a sportággal. Horgoson is népszerű az asztali tenisz, valamint a megmérettetéseken is jól szerepelnek. Céljuk pedig a projekttel, hogy még szélesebb körben népszerűvé tegyék ezt a sportot. A sportnapon különböző asztali teniszhez kapcsolódó játékokon vehettek részt a gyerekek. Mivel a Horgosi Asztali Tenisz Klubnak már igen hosszú tradíciója van, több évtizeden keresztül működik a klub, és több generációt nevelt ki. Így most jutottunk el odáig, hogy sikerült egy közös projektomba Digi Pingpong elnevezéssel részt venni, egy közös pályázaton a Szegedi Asztali Tenisz Klubbal közösen, akik ennek a projektnek a fő koordinátorai, valamint még más egyéb sportszervezetek is részt vesznek benne velünk együtt, és ezáltal sikerült kicsit bővíteni és népszerűsíteni ezt a sportot. Ezt próbáljuk a mai sportnapon is bizonyítani és teljesíteni, és szemmel láthatóan nagyon sok gyereket sikerült ide vonzanunk, akik nagy érdeklődéssel fogadták ezt az eseményt. Mit a klubedzője szeretném, ha elmondaná, hogy milyen tematikájú most ez a délután, egymással versenyezhetnek a fiatalok, gyakorolhatnak, milyen technika, milyen edzőprogrammal zajlik ez a délután? Hát ez a délután nagyon tartalmas volt, tehát először is kezdtük bemelegítéssel, különböző labdajátékokkal, majd közben volt egy rövid filmvetítés is, és hogy még érdekesebbé tegyük a gyerekek számára, tényleg igazán nagy érdeklődéssel fogadták. Valamint most a délutáni részben, késő délutáni részben egymást közt versenyeznek nagy-nagy lelkesedéssel. Kérlek motiválni a gyerekeket, mennyire érzi úgy, hogy motiválni kell egyáltalán őket, hogy ezt a sportot szeressék, vagy kitartsonak ez mellett? Hát mindenféleképpen igyekszünk motiválni őket, de ez főként nekünk felnőtteknek a feladatunk, hogy minél több programot, érdekes programokat szervezzünk a részükre, versenyeken részt tudjanak venni, és természetesen az, ami egy nagy célunk, hogy minél több barátot, ismerőst szerezzünk. Kiemelkedő eredmény a közelmúltból esetleg, nevet is, ha tudunk említeni, helyezést, versenyzőt? Hát a Horgosi Klub részéről egyelőre az idei szezonban van két kislányunk, aki az ország top 12-be jutottak, és várjuk a döntő mérkőzéseket valamikor június elején, május végén, június elején, és egy kisfiú, aki szintén a top 16-ba került, és aki szintén meg fogja mérettetni
az erejét az elkövetkező két hétben. A projekt résztvevői legközelebb Szegeden találkoznak. Izgalmas kiállítás nyílt Magyar Kanizsán. Azok, akik ellátogatnak a Dobóti Hamér képtárba, nyomába eredhetnek a magyar ponyvairodalom legnagyobb mesterének, Rejtő Jenőnek. A program a Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény szervezésében valósult meg. Egy évvel ezelőtt tavaly láttuk, Palicson szerepelt a kiállítás, megjelent az újságban a cikk, és fölmerült bennem szó szerint, hogy a tesztet Kanizsán is meg kellene csinálni. Eszembe jutottak a régi emlékeim, amikor én magam is olvastam a Rejtőt, úgyhogy nem is tudtam, hogy Rejtőt olvasok, mert hogy P. Howardként volt fémjelezve a szerző neve, és megfordult a fejünkbe, hogy olvasva, hogy nem csak kiállítás, hanem játék is van a kiállítás keretein belül, úgy gondoltuk, hogy ezt kanizsaiaknak is érdemes látni. A kiállítás mellett múzeumpedagógiai élmény és játék várja a látogatókat. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt izgalmas és érdekes lehet a program. Abból a szempontból különleges kiállításról beszélünk, hogy a múzeumpedagógia és a muzeológiai rész összefonódik, tehát a kiállítás párbeszédben van a játékkal, a kettő együtt nagyon jól értelmezhető, és hát gyakorlatilag abból indultunk ki, Rejtő Jenő életrajzi momentumából, miszerint hát Szőrén szálán eltűnt, ezt mi egy kicsit megvariáltuk. A történetünk szerint Siófokon Salamon Béla és Karinti Frigyes társaságában Rejtő Jenő még megvolt, ám ezt követően felült egy vonatra, majd Szőrén szálán eltűnt. A május 19-éig látogatható kiállításon az érdeklődők kalandos rejtvények között kutathatják a rejtői regényvilág szövevényeit, szerzőjük alakját, és a képregény adaptációk 60-as, 70-es évekbeli és felújított variánsait. Az alapfokú zeneiskola szervezésében a Knesában került sor a zeneiskola tanárainak koncertjére. A mai napon a Magyar Kanizsai Alapfokú Zeneiskola tanári hangversenye zajlott, emellé pedig vendégül hívtuk a Pecsei Péter Konyovics Zeneiskola tanárait, valamint a mi saját kis diákjainkat is. Milyen művek hangzottak el, illetve milyen újdonsággal kedveskedtek a közönségnek? A gyerekeknek láthatóan nagyon-nagyon tetszett. Igen, hát az az igazság, hogy ennek az együttműködésnek ennek van egy kis előzménye, mert már mi is szerepeltünk Becsén az ottani tanári hangversenyen, és akkor felvettük ezt a kicsit vicces, tréfás hangulatot, amit ugye ők most itt bemutattak, és most már ez az egész hangverseny ebben a jegyben zajlott, úgyhogy valószínű, hogy a gyerekeknek különösen azt tetszett benne, valamint a darabok is nagyon változatosak voltak, és olyanok voltak, amiket talán vagy mindenki ismer, vagy ha nem, akkor pedig nagyon, nagyon fülbemászó és jó ritmusa van. A közönség számára egyre közkedveltebb a zeneiskolás tanárok koncertje. Mikor láthatjuk önöket újra, illetve mivel készülnek akkor? Hát az az igazság, hogy nagyon sok mindennel készülünk, de talán nem árulni kell titkokat. A mi hagyományos hangversenyünk ugye mindig a decemberi, ez a karácsony előtti ünnepi hangverseny. Erre természetesen lehet számítani az idei évben is. Hát most már egy újdonság ez az áprilisi, ez tényleg áprilisira sikeredett. De úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy minél többet muzsikáljunk együtt, a gyerekekkel, együtt tanárok között is, és együtt más iskolákkal is. Úgyhogy szerintem mindig találni fogunk rá alkalmat, időben szólunk. A legfiatalabbak számára ez akár vonzó is lehet, hogy lehet, hogy megtetszik nekik ez a koncert, és ezután a zeneiskolát választják. Igen, mi nagyon reméljük, hogy megtetszik nekik, mert úgy gondolom, hogy itt rosszat nem tanulnak, és mindenképpen egy jó hangulatú oktatás folyik, mint látható. Az est folyamán a Becsei Alapfokú Zeneiskola tanárait is vendégül látták. Az a szokás, hogy minden új évkor adunk egy koncertot, nálunk a színházba, szóval így jöttünk arra az ötletre, hogy csinálunk egy ilyen vicces darabokat, és így jött ki, hogy nekünk is megtetszik, és akkor mindent így bedobtunk, hogy azok, akik hallgatnak, hogy nekik is tetszeni legyen, úgyhogy ma is jól éreztük magunkat. Nekünk az a legfontosabb, hogy a gyerekeknek ez tett,
tetszik, és azt bírtuk ma este is látni, hogy az úgy volt, ahogy mi akartunk. Úgy tűnt, hogy nem is akarják abba hagyni. Igen, úgy tűnt, hogy nem is akarják abba hagyni. Gondolom, láttuk, hogy megértettek azt a zenét, amelyiket játszottuk. És talán kedvet is kapnak a jövőbe a zenéléshez. Persze, igen. Mióta tart a barátság a két iskola között? A barátság a két iskola között, szóval már a múlt években is tart, de ilyen komolyabb barátság kezdett akkor, mikor az igazgató meg a Krisztina nálunk fölléptek épp új évkor, és úgy döntöttük, vagyis most kaptuk a meghívót és lehetőséget, hogy itt fellépjünk. Úgyhogy ez nekünk nagyon nagy öröm, mert azért is ez a mi hívásunk olyan, hogy szeretünk fellépni mindig, mindenhol. Jó szériában a Tisza labdarúgó csapata, már a harmadik helyen az Adorjániak. Elégedett vagyok, egy szóval fogom mondani, egyként játszottunk, tehát erre törekszünk, elértünk most egy olyan szintet, hogy egyként focizzunk, és az a legfontosabb. Hát a harmadik helyet próbálni megtartani, messze van kicsit a második, de ki tudja, még lehet, hogy őket is el tudjuk kapni. Hát erős, harmadosztály, félprofi. Mindig erős, rosszul kezdtünk, de helyre rázottunk, és ez a csapatnak az igazi kép. Április 23-án vasárnap Magyar Kanizsa helyi közösség és a Kommunálac közvállalat szervezésében sor kerül a Jószág kézműves és kirakodó vásárra. A vásári program keretein belül ingyenes vércukorszint és vérnyomásmérésre, zenés szórakoztató műsorra, gyermekjátékokra, nyárson sültekre és bográcsos ételekre számíthatnak az érdeklődők. A szervezők szeretettel várnak minden árust, vásárlót és nézelődőt. Već se ustalila tradicija da opštinski odbor Srpske napredne stranke Kanjiže čestitke za uskršnje praznike upućuje sugrađanima, pa je tako bilo i u subotu kada su na pijaci u Kanjiži čestitke upućene sugrađanima pravoslavne veroispovesti koji uskrs slave po julijanskom kalendaru. Čestitke uz darivanje farbanih i čokoladnih jaja, čokoladnih zeka i drugih prigodnih poklona obradovale su Kanjižane i one koji su bili na pijaci. Dugo godina unazad odbor Srpske napredne stranke od samog postojanja u Kanjiži obeležava sve veće praznike, kako praznike koje slave ljudi katoličke veroispovesti, tako i praznike koje slave ljudi pravoslavne veroispovesti. Danas je najlepši dan. Danas je najveći hrišćanski praznik Vaskrs. Ono što odbor napredne stranke čini posebnim u Kanjiži jeste upravo ta raznolikost, a to su ljudi različite vere i svi smo okupljeni oko jedne ideje i u jednom timu. Ono što sa našim sugrađanima svake godine delimo kada su veliki praznici u pitanju, pogotovo današnji sveti praznik Vaskrs, jeste simbolika, to su jaja, kuvana farbana, znači jaja, čokoladne zeke i mali prigodni pokloni za naše građane. U razgovoru sa građanima i u čestitke smo ove godine jednu mali detalj i dopunu radili, a to su dečice u narodnoj nošnji. Deca koja simbolizuju mladost, radost, ljubav i veselje. Ovom prilikom bi iskoristio priliku, ako mi dozvolite, i poželeo svim građanima pravoslavne vere koji slave Vaskrs, da u zdravlju, sreći, miru i radosti provedu u svojim domovima sa svojim porodicama i prijateljima. Hristos Vaskrse!
Infodan i dvodnevna radionica osmišljavanja evropskih projekata u kulturi u okviru programa Deska Kreativna Evropa Srbija održani su u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Kanjiži uz podršku lokalne samouprave opštine Kanjiža. Pažnja je bila usmerena na misiju i prioritete programa Kreativna Evropa, smernice i uslove konkurisanja, planiranju finansiranja kao i praktičnim savjetima za razvoj projektnih ideja. Mi smo dobili priliku na poziv opštine Kanjiža da održimo ova dva dana jednu obuku svim zainteresovanima za učešće u programu Kreativna Evropa. Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije za kulturu koji podržava dakle projekte iz oblasti kulture u najširem smislu te reči kultura, tako da su apsolutno dobrodošla i povezivanja sektora kulture sa drugim sektorima kao što je obrazovanje, na primjer, ili bilo koje druge, nauka, zdravstvo, apsolutno koje god već partnerstvo da naši ljudi imaju. Poenta u tome dakle, da obezbedimo ne samo što je moguće veće iznose sredstava za koje ulaze dakle, u Srbiju putem ovih fondova, reč je zaista o raskošnim sredstvima Europske unije, već mislimo da je podjednako važno da naši ljudi, naša profesionalci iz oblasti kulture i drugi ljudi, njihovi partneri, obezbede partnerstvo sa kolegama iz čitave Evrope i ovi projekti prosto to dozvoljavaju. Imali iz Srbije i iz naše zemlje mogućnosti za tako kvalitetne projekte da se finansiraju iz evropskih sredstava? Apsolutno, dakle, pošto je reč o glavnom programu Evropske unije za kulturu, ne tek od jednom bilo kakvom fondu za kulturu, reč o projektima koji su zaista evropske važnosti, evropske relevantnosti. U prethodnom ciklusu mi imamo te statistike, jer Evropska unija ima ciklusa na 7 godina, mi imamo statistike za prethodni ciklus koji je trajao 2014. do 2020. godine, već 305 projekata zapravo iz Srbije učestvuje, to je već jedan ogroman broj organizacija i ljudi, pojedinaca koji u tom projektima učestvuju, dakle, apsolutno možemo da se merimo i vama se dobro kotiramo zapravo statistički gledano u odnosu na čak i zemlje, mnoge zemlje Evropske unije. Na nekim konkursima, recimo za knjižene prevode, Srbije među tri najuspešnije države u čitavoj Evropi, a reč je dakle o jednom 40-ak zemalja koje učestvuju u programu, pored zemalja Evropske unije, tu su i ove države poput Srbije, jel, koji su u procesu pristupanja Evropskoj uniji, tako da je taj broj još veći od tih prosto država koje jesu već članice. U tom periodu od 7 godina do 2020. godine zapravo ljudi koji se kulturom bave u Srbiji zaradili su 12 miliona evra koji su ušli u Srbiju, dakle i taj iznos je sada još veći od 2020. godine. I ono što je važno znati isto da taj novac nije namijenjen samo ustanovama, organizacijama ili prosto ljudima koji se bave kulturom, već je taj novac je korišćen i koristi se i dalje i od strane drugih sektora koji nemaju veze sa kulturom, kao što je, na primjer, ne znam, štamparije i bilo koje druge delatnosti, hoteli, restorani i tako dalje. Dakle, taj iznos je prosto ušao u ekonomski sistem Srbije i mislim da mi koji se kulturom bavimo također treba da budemo ponosni na tu činjenicu i da pokažemo da kultura zapravo generiše suprotno nekim predrasudama, generiše zapravo ovaj veliki novac. Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije kojim se pruža finansijska podrška ustanovama i organizacijama na polju kulture kako bi čuvale, razvijale i promovisale evropsku kulturnu i jezičku raznolikost kao i nasljeđe, a također i unapređivale svoju delatnost. Pa opština Kanjiža je iskoristila priliku i kontaktirala predstavnike Deska Kreativna Evropa da ih pozove u Kanjižu, da nama i u opštini samoj i institucijama i udruženjima iz opštine, kao i udruženjima iz okruženja, ispričaju nešto o mogućnostima korišćenja evropskih sredstava radi razvoja kulture u regionu zapravo i zapravo i na lokalu. Odazvali su nam se gosti iz Novog Kneževca i Subotice i zapravo je jako sjajna prilika da se udruženja upoznaju međusobno i da vide kakve načine saradnje mogu da ostvare putem programa Kreativna Evropa. U svakom slučaju i ova sredina i okruženje imaju projekata koje mogu da se uključe u finansiranje iz
sredstava Evropske unije. Apsolutno, opština Kanjiža već od 2007. godine aktivno učestvuje u različitim programima Evropske unije i želimo na ovaj način da malo proširimo vidike, da pređemo i na kulturu, pošto vidimo ovaj naš region kao jedan prostor koji ima fantastičan potencijal što se tiče i umetnika i umetničkih udruženja. Danas smo održali koncert profesora Osnovne muzičke škole Kanjiža i Osnovne muzičke škole Petar Konjović iz Bečeja. To je bio koncert profesora, malo šaljivi koncert zato što smo svirali neke kompozicije, neki čudan način koji se baš dopalo deci i uopšte publici. To je baš aprilski neki koncert i nije ono što smo radili do sada u decembru, obični naš tradicionalni koncert. Mi se nadamo da će ova saradnja i dalje tako lepo da postoji i da napreduje. Tako da očekujemo i sledeći put tako lep neki koncert zajedno sa njima i sa našom decom. Večeras, tačnije muzičkoj školi u Kanjiži, zato što nam je dala priliku da nastupamo ovde u ovoj lepoj sali. Nismo nikad ovde nastupali, a naravno da imamo za cilj da se družimo, da razmenjujemo iskustva, da mi čujemo šta oni spremaju i oni da čuju nas, tako da se mi tako i razvijemo i dobijemo nove ideje. A to naše prijateljstvo je uvek korisno, a vi znate u osnovu kako je dobro se osjećati bilo kada si negde gost, tako da i mi se ovde dobro osjećamo kao gosti. A koncert je bio uspešan i uživamo u publici koja nam je tako puno aplaudirala i čak su deca izmamila iz nas da sviramo bis, što nam je jako drago. U Domu kulture u Horgošu Mađarsko kulturno-umetničko društvo Bartok Bela bilo je domaćin vojvođanskog finala 12. takmičenja mladih talenata u narodnoj umetnosti u regionu Karpatskog basena od Dunava na ovamo, od Tise na onamo. Na pozornici je izvedeno 48 raznih tačaka uz nastup oko 250 učesnika koji su pokazali da se radu sa mladima na negovanju narodne umetnosti poklanja velika pažnja. Danas se u Horgošu održava Dunanin Antisanutul, takmičenje u narodnom plesu, u narodnom pripovedanju, u narodnoj muzici, sviranje narodnoj muzici i pevanju narodnih pesama. U dve starostne grupe od 6 do 12 i od 13 do 18 godina. Tu je sad oko 250 dece i 48 tački ima u našem programu sad. Odakle su se učesnici? Učesnici su iz cele Vojvodine, da ih ne nabrajam, da slučajno ne izostavim nekoga i da ne bude malo neprijatno. Znači, dolaze se dosta strane, sa svih strana i sa skoro 15-17 sela. I evo da kažemo koliko se posvećuje pažnja negovanju tradicija kulturnih. Ja mislim da sad u zadnjih 10 godina se dosta posvećuje pažnja. Jako su motivisani grupe i učesnici, a i nastavnici i roditelji. Znači ima i mladih zainteresovanih, a ima i stručnih kadrova koji se time bave. Tačno tako, da. I ima ovde baš poznatih lica koja već godinama dolaze, a hvala Bogu ima i novih lica koje smo sad prvi put sreli ovde, a će doći najverovatnije ili se nadamo sledeće godine i tih sledećih godina svih. Nastupe učesnika ocenjivali su istaknuti stručnjaci za negovanje narodnih umetnosti, među kojima je bila i poznata umetnica Marta Sebešćen iz Mađarske. Žolt Seči, umetnički rukovodilac društva Bartok Bela, konstatuje da negovanje folklora na severu Bačke nije na tolikom nivou kao u Mađarskoj, ali da su članovi žirija dali pozitivne ocene i savete kako da se rad unapredi i bude bolje i kvalitetnije. Treći put organizovali smo takmičenje u Vojvodini, zato što smo utvrdili da treba u folkloru takmičenje, zato što šport ima, futbol ima, u rukovodilica ima, tenis ima, u folkloru nije bio. Ali treba da bude u plesačima, dobio jedan diplomu, da dobio treći, drugi ili prvo mesto.
to je bitno ako naprimjer jedan dečak ili djevojčica igra, da bude nešto motivacija da treba da još bude bolje igrač ili plesač. Đački sportski dan u Horgošu održan je u subotu 15. aprila u okviru projekta Digi Ping Pong, koji se realizuje uz podršku programa Erasmus, a Stonoteniski klub Horgoš jedan je od partnera u ovom projektu. Uključivanje digitalnih kompetencija u sport stonotenisera sa invaliditetom i rekreativnih stonotenisera, projekat je skraćenog naziva Digi Ping Pong, vrijedan 60.000 evra, u kome je glavni nosilac stonoteniski sportski klub Segedin, a pored Horgoškog kluba partneri su još stonoteniski klub Senta i još nekoliko partnera iz Mađarske. Stonoteniski klub Horgoš prvi put učestvovao u projektu pod nazivom Digi Ping Pong, zajedno sa još drugim organizacijama. Glavni korisnik navedenog projekta Stonoteniski klub iz Segedina. Iz Vojvodine, sem Stonoteniskog kluba Horgoša, učestvuje Stonoteniski klub Senta. I zahvaljujući tom projektu, znači, pružena nam je prilika da prezentujemo ovaj sport, znači da upoznamo što više mladih lica, da probamo da ih da uvedemo u tu sportsku igru. S obzirom da ovaj sport u Horgoši ima određenu tradiciju i jako puno dece i trenira za sad i nadamo se da u budući će biti još više dece i još više lica će priključiti. Prvenstveno nam je cilj, znači, da ih ubedimo, da ih treniraju što više, da na neki način da ih ubedimo da žive zdrav život i dok je god moguće da bave se sportom. Koliko je stoni tenis atraktivan za decu u Horgošu? Pa znamo da stoni tenis kao sport u celoj državi je jedan atraktivan sport i generalno masovan sport. Mi u Horgošu isto imamo više decenijsku tradiciju, znači jako puno igrača, članova kluba koji su naučili da igraju stoni tenis. Tako da mi se trudimo da ovu tradiciju da održavamo do daljnjeg i ako je moguće još više djece da uključimo u taj sport. U prethodnom periodu bilo je ulaganja za poboljšanje uslova, sada za bavljenje stonim tenisom u Horgošu postoje uslovi? Jeste, uslovi postoje. Evo, kao što i danas ste vidjeli, današnji sportski dan. Tom povodom već na dvije lokacije smo organizovali i treninge i takmičenje, kao u klubu, tako i u osnovnoj školi u Horgošu. Tako da polako se širimo i stvarno imamo masovno učešće od strane najmlađih, od strane djece. Đački sportski dan u Horgošu je organizovan na dve lokacije, u salama Stonoteniskog kluba Horgoš i osnovne škole Karolina Karas, što je tek druga od 20 raznih akcija koje su predviđene do završetka projekta do kraja juna 2024. godine. Jedan od važnih ciljeva projekta je podrška ljudima u razvijanju sopstvenog zdravog načina života i ličnom razvoju u oblasti sporta uz naglašavanje značaja doživotnog bavljenja sportom. Kombinacijom tri rješenja projekat Digi Ping Pong obezbeđuje dalju popularizaciju stonog tenisa u skladu sa zahtjevima današnjice koristeći mogućnosti koje pruža digitalizacija. Fudbaleri Tise iz Zadorljana u 22. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina nadigrali su OFK Bačku iz Bačke Palanke 4:1. Goste iz Bačke Palanke su poveli u 6. minutu kada je nabačenu loptu iz prekida glavom u donji desni ugao spustio Dragoslav Sremčević.
Rano primljeni gol je iznenadio domaću ekipu koja je potom stabilizovala igru, pa je u 25. minutu na centar šuca desne strane Luka Kostić glavom pogodio za izjednačenje, a u drugom poluvremenu Tisa je napravila pravi preokret. Bolja igra Tise urodila je plodom i vođstvo u 54. minutu donosi Jovan Mitrović, koji se na centar šut iz prekida odlično ubacio pred protivnički gol i sa 6 metara zatresao mrežu. Minut kasnije Kostić povećava prednost na 3:1, a u 79. minutu za konačan rezultat iskosa sa leve strane Mitrović pogađa duži ugao. Pobedom kojom se Tisa vinula na treće mesto na tabeli sa 34 boda doprinala je dobrom raspoloženju u stručnom štabu i među akterima uspeha. Utakmica se namestila da bude dobra i da gledalci uživaju, bila je neizvesna do trećeg gola, mislim. Iznenadilo nas je rani gol Bačke, znali smo jedino da nam preti iz takvih situacija iz prekida. Nismo verovatno pad koncentracije, ali nedopustivo na početku utakmice. Mislim da smo se posle stabilizovali, uspostavili igru i na kraju je to i rezultatski bilo ubedljivo. Mislim da smo u svim segmentima igre bili bolji na kraju od Bačke. Evo, uspešna ova prolećna serija. Dovodi Tisu na treće mesto na tabeli. Šta dalje čeka Tisu? Pa vidite, išli smo korak po korak. Prva tri kola nam je bilo cilj da pobegnemo odmah iz neke onako zone koja može da preti opstanku u ligi. To smo brzo rešili. Zatim nam je cilj bio da pređemo tu za nas neku magičnu cifru od preko 30 bodova i to smo uspeli. Sljedeći cilj smo postavili, to treće mesto. Danas smo, hvala Bogu, pobedili. Izbili smo na treće mesto pozicija će u nekoj bližoj daljoj budućnosti svakako zavisiti od nas. Ima još dosta da se igra, ali mislim da sad već imamo jednu dobru, mirniju situaciju. Ko je naredni protivnik? Odlazimo u goste Dinamo iz Pančeva. Pa teška utakmica svakako. Rezultat deluje da je velika razlika bila, ali smo se namučili da dođemo do pobjede. Bitna pobjeda. Sad mislim da je ekipa dostigla neki nivo gde igramo kao jedan i to nam je bio cilj. I na početku sam rekao da imamo dobru ekipu, sad dolazi na videlo. Pa dobro, loše smo ušli u utakmicu, malo taj gol nas je poremetio na početku, rano primljen gol. Posle toga smo se konsolidovali, izjednačili brzo do poluvremena, posle u drugom poluvremenu dva brza gola. Mislim da smo tad već rešili utakmicu u prvih 15-16 minuta u drugom poluvremenu. Posle toga je sve išlo lakše i na kraju krunisali smo s tim četvrtim golom i ubedljiva pobjeda na kraju. A ti si od prošlog leta ovdje u Vajdorijanu, kako si se snašao, kakva ekipa? Pa dobro, snašao sam se lepo i tim, igrači su me dobro dočekali svi, tako da dao sam ih golova dosta i tako da mislim da sam se snašao i da sam dobro pogodio sa sredinom. Fudbalerke TSC-a iz Kanjiže u prvoj utakmici play-offa Super lige Srbije poražene su na gostovanju u Beogradu od Crvene zvezde 4:0. Narednu utakmicu ekipa TSC-a u Kanjiži igra u četvrtfinalu Kupa Srbije u nedelju, a potom je 29. aprila domaćin Spartaka i Subotice u okviru play-offa. U Potiskoj međuopštinskoj fudbalskoj ligi Horgoš je na gostovanju u Oromu protiv šampiona zabeležio minimalnu pobedu 1:0, a istim rezultatom Potis iz Kanjiže je poraženo u Sanadu od Jadrana. Na tabeli Potis je na četvrtom mestu sa 27 bodova, Horgošani su i dalje na sedmom mestu sa 22, a šampion 10. sa 10 bodova. U narednom kolu u subotu Potis je domaćin Oromčanima, a Horgošani dočekuju Obilić iz Novog Kneževca.